2023-ban megjelent az első romantikus regényem, a Szakításunk naplója. Ágyán Patricia vagyok, 23 éves, és itt a Bölcsészettudományi Karon kommunikáció és médiatudomány tanulok, már mestertagozatom. A média világa mindig is vonzott, és azért szerettem volna itt kiszélesíteni a látásmódomat, hogy mit rejt igazából ez a média. Mindig is írogattam, 2021-ben második helyezetet értem el egy novellás pályázaton, és ott fogalmazódott meg bennem, hogy valami nagyobbat is írhatnék. Eszembe jutott ez a szakítási történet, és belekezdtem, és tényleg így leültem a gép elé, és vitt magával igazából a lendület. Szerintem sok művészíró az életéből inspirálódik, úgyhogy én is a saját életemből is inspirálódtam, de hogy mi igaz benne, és mi csak fikció, azt az olvasókra bízom. A könyvet úgy szerettem volna megírni, hogy minél részletesebb legyen, és két fejezetből áll. Az első fejezet az teljesen napra pontosan leírja a történéseket. A második fejezetnél már a férfi szemszögéből is írtam, és ezt azért terveztem így, mert szerintem nagyon fontos a jó kommunikáció, hogy megértsük a másik félnek a szempontját is, hogy mit, miért, hogyan gondolt, hogy milyen lelki fejlődésen ment ő is keresztül, és ez számomra nagyon fontos volt. Ugye reklámozom a közösségi média felületeimen, és TikTokon az egyik videóm az nagyon nagy nézettséget ért el, és ott kezdtem el rájönni arra, hogy azt, hogy tényleg, hogy mennyire sok emberhez el tud ez jutni, és ott rengeteg komment érkezett, hogy megveszik, hogy milyen jó.